időt tudod átkapni. Tüstét, édesmamám, azonnal felhagyom. Hé! Ez a maga fiatal! Napfény! Rendben, anyám, én már feltétlenül a fiát! Hogy szarvadnak, hogy tisztességes a virágja, hogy fizetés nélkül elég! Semmi közöm a virága, jól édes lány! Legyen én kosari vagyok! Velem passzion ebben a rohadt sárba! Taxi! Szép kapitán úr! Szép kapitán úr! Vegye meg ezt megélánk a virágját! Édes fiam, megvenném, de nincsen apró! Hát szóval tartani! És sok létára csak kétveni! Mondom, hogy nincs... Várja! Érzünk-e, tessék! Három félben is ezzel beírja magát! Válasz, köszönöm, kapitán! Óvatosabb a hét! Adj érte virágot is! És pacárt az oszlop között minden szabadat feljegy! Ha mi a baj, hogy megszólítok egy urat? Ha nem állok a piacon, és nem is magamat állok, gyöpösséges láb vagyok, én a ragya verjek ki, hanem hát értem én valamire? Hát csak a virágot akartam rásúrni. Igazolom, mit ez hozzá? A franciájának ilyen. Mi kívánó? Tisztességes lány ez ki? Mi ez a nincs, hogy anyukám? Jössz itt, mint felelene nyúznál! Nyakán a zsaru! Uram, uram! Ne engedjön kiképítsen! Képzelhetik, fölvettek! De így kedvetek az utcán, azt megbeszélenítenek, hogy lecsúlítom a férfiakat! Csöndesedve! Mi bántja magát? Minek néz engem? A szemtőt esküszöm, hogy én nem szólítottam! Akkor most is fogja be a száját. Minek néz engem? Tettek ki? Hát ha nem az, akkor még mit cirkálni szavaimat? Honnan tudassam, én nem akar átverni? Ha azon a utassa meg, mit akart el rólam tette? Hát, de mi ez a cirka-cirka? Én ezt testem olvasni. Majd én. Szép kapitán úr, vegye meg ezt a lánytól virágját. Mondtam már, hogy nincsen apró. Na, az is fog, kapitánnak hittem. Kapitán, de nagyságos úr, vegyen meg. Nehogy fejlentsen, nagyságos úr, kapitán ér. Nehogy jelentik, hogy nyugodjon. Nézzet, tisztelt uram. Ha szabad kérem, csak akkor védje meg engem egy fiatal lány molesztálásától, ha én ön erre kifejezetten megkérem egyébként. Mindenki tanúsíthatja, hogy ez a szegény leányzó nem csinál semmi a kérdést. Nem Hekusel! Gentlemen! Nézzük meg a tokogóját! Hogy vannak a kedves rokonai Celsiben? Kijötte be magának, hogy a család Celsiből gyűjt? Nem mondom, honnan jöttek az biztos. Maga pedig hogy pottyant ide, hiszen maga Dóverben született. Mazinka, olajra léptem az úrra! Az, hogy nem bűn, az disznó is külön módban ér szintén! És én csinálni fizetem a kétedet! Velem ott lakik, ahol akar, csak ne bőkjön! Nyugodjon meg, nem jelentheti föl magát! Különös maga valóban! Ott lakik, ahol akar! Például a villanegyedben! Eldumálnék urasságot a lakás helyzetről! Rendesen vagyok én, akárki megmondja! Azt mondja meg, én hol születtem? Huxtonból. Yeah. Hát igen, engem a bátor Krisztus, ha ez nem tud minden. Ha olyan híres madár is, ő róla mondja meg, honnan jutott. Cheltenham Harrow, Cambridge, India. Fantasztikus! Még a sorrendet sem tévesztett el! Mondtam én, hogy nem zsarú! Ilyen okos zsarú nincs! Hol lép föl ezzel a mutatványával? Cirkusz vagy van ilyetni? Lehet, hogy egyszer megválom. Nem, úri ember az ilyen, aki a szegény ladokat materálja. Bocsássa meg a szólapodást, hogy elárulná, hogy ki az ügye? Foretika, semmi más. Hangtan. A beszédtudománya. Ez a mesterségem a fogalomból. A skótot és az írországi párti felismeri a tájszólását. Igen. Én viszont átkiről megmondom hat mérföldi pontossággal a kinyitott száját, hogy hová valódik. Londonja fel még az utcán is meg. És nem sül le a bőr a pofáján! Mondja, van, aki ezt megfizeti? Majd mehetnék hozzá a busásra. Akkor meg mit tisztáljuk szegény arokat! Hagyja már abba ezt a makogást! Keresse magának másik templomot. Honnan van, Lassz? Addig vagyok! Ah, mi jól esik! Egy olyan nőnek, aki ilyen rémisztő hangokat képes kérni a torkám, annak még érdés nem szabad. Jusson eszébe, hogy maga emberi lény, akinek megadatott az artikulált beszéd képessége. Jusson eszébe, hogy a maga anyanyelve, Shakespeare-nyelve, Milton-nyelve, a Biblia-nyelve. Megrúgasson, mint egy
Eltevajodik, Gerdi. Hallgass hát, ez üldött járdavirág, hogy nyúzza, zúzza nyelvünk minden szavát. Az gyilkos és tettért lógni kell. Ki anyanyelvét trancsírozza fel. Micsoda hang. Íme modern iskoláztatáson. Nyelvtorzító barbárokat látom. Ah, megbocsáss, uram. Ő csak egy rossz példa. Gondolja? Úgy gagyognak angolul, hogy az ember megvadul, és a hangsúly felháborító. Szólj, ha nincs helyén egy szó! Fábrőznek, marha jó! Marha, itt a szócska fokozó! Manchester és Birmingham, négy kiejtés szent isten a finomat, úgy ejtik nú. Szörnyű, botrány, skandalum, e szócska... Francba! Franc. Mi is oda beszélsz? Franc, mi fertelmesen rút! Kannibálok, óbégadtak úgy! Miért nem beszélünk szépen, ízesen is jól? Sok olcsó durva frázis, oly fülrepesztőn szól. Ki nem szólok, mint a híres fonatya édenlord, az jobb, hogyha krumpli zsákot hord. Egy angolta nyelvjárása abszolút beskatujázza, megmondom, hogy kutyapecéra vagy tag a felsőházban. Szép csúnya argok közt a különbség oly nagy, egy szót szólj, megmondom, hogy ki vagy az ember szédül, nem épül, hogy végül is hogy beszél a nép. Van százfajta szójárásunk, de egyik se szép. A jassznyelv, a jazznyelv, a sportnyelv, szörnyű csúk beszél. Hát még az amerikai szleng. Miért nem beszélünk szépen, ízesen és jól? A talján az még hagyjál, ha két kezével szól. A germán akár egy medve, bömböly, hogy jahol. A francia bármit mond, egyértelműen mondja, de kétértelműen hangzik. A katalán karacsol, a görög nyelve görget, a héber viszont visszafele forgatódon könyvet. Megnyúzzák az angolt és a magyart úgy szintén, miért nem beszél ön? Miért nem beszél ön úgy, mint én? Kérlek, tudom ezt a szerencsétlen csatorna tölteléket. Élete végig nem patkarognak az utca mocskából. Most valami ebből a lányból a módszerem segítségével 6 hónap alatt hercegnő tűnik van. Bármelyik nagykövetség gála estére, vagy szobalányra, vagy akár boltos kisasszonynak pedig oda. Igazán pompás kiejtés kell. Boltos kisasszonynak tudnék kapott? Igen, igen, legyen tudomásokat a szeretőkat. Szégyen volt a nemes tusztókok alján. Megszégyenítője édes anyanyelvünknek, hogy a tudomásról, hogyha akarom, akkor én sába királynőjévé teszem. Tisztelt Uram, a tudomány valóban nem ismer lehetetlen. Én magam is foglalkoztam az indiai nyelvjárásokkal. Nem is tenni véletlen, akkor fiker ingezetest. Tanuljunk gyorsan és könnyen szanszkrítű című könyvszerűt. Fiker ingezetes személyesen. Mihez van szerencsé? Oh, Herr Higgins! A Higgins-féle egyetemes ABC és fonetika szerző. Uram, Indiából jöttem, hogy felfutassam őt. Uram, én Indiába készülök, hogy felfutassam őt. Higgins! Fiker Higgins! Hogy van? Hogy van? Nem ekül. Mondja, hol van? A kárpon. Na ne, már csak van. Nem, de mától kezdve nálam van. Látom, a Whipple Street 27 állva. Legalább vasora közben jól elbeszélgetünk. Whipple Street 27 állva. Úgy, merre? Erre parancsol. Na hát, ez a véletlen találkozás. Nagyságos úr! Nagyságos úr! Nagyságos úr! Legyen virágodlag, véletlen az úr. Ne, azért, azért mondta, hogy kezdőt átmenni két óra. A te hagyják ki a nagyar a magyarázék! Figyel az egész pontot egy hatosér a francba! Értem, uram. Figyelmeztető. Várnál Nápolyi, Párizs, úr!
kordán kedves szívillag helyet kapni. Itt a Róma terem, itt a képőt a lémó. Nem kell más, csak egy albérlet, egy kis szufni, nelfélek, kis papucs, brunyhás ágyikó, ez volna csodió. Jó Isten, még egy kérés vár, spájz is kell, csöpnyi élésztár, és sinka, kolbász 20 kiló, ez volna csodió. Télen szúnyózni tudnék lökicsit és párnákon. Tájhán szűnök álmodon, nem vacog a lábikon. Jó Isten, fenn a mennyekből, ügyet férfit a vészlekből. Kipódítos, nem lódító, ez volna csodió. Csúdió, csúdió, csúdió. Nem kell más, csak egy albérlet, egy kis supli, unelvélek, kis papus, dunyhás ház. Spájz is kell, csöpnyi élés vár, és súlyba, kolbász 20 kiló, ez volna csodió. Élem, szúnyogni tudnék, több kicsit kis párnákon. Tájhán, szűnök álmodon, nem vacog a lábikon. Jó Isten, bent a mennyektől, küldjek férfi. Lódítós, nem lódító, ez volna csúdió. 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 Fiábú kevés,
Dohányú, semmi. Hát ezzel mi is így vagyunk, Albert. De hát tudod mi? Hát kérjék, ötél a mennyasszonyottól. Mutertól? Rossz lido vagy röhögtet. Elszedi minden dohányomat. Uraim, engem a nők egész életben mindig csak átmernek ide. Na, kérjék. No! Adok egy jó talán. Csak azzal a nővel lehet igazán boldog, aki soha nem lesz a tiéd. Igen. Nem a nőkről, uraim, vagy rosszat, vagy rosszat. Kivével ide a lányom, mert akkor azért mi a napján leesik egyet menni? Kedves a hokus! Szép lány! Akár a napja! Ha unakantva koldorogod a butaniba, én nem tudom énekli őket is. Ha én fölszívódok, elég fölszívódik, mely a Hyde Park megkoldorogja. London összes utcáig árulja a virágait, meg csinálja, amit a kormányja felül, de ha ez nem érnek neki néha napja egyet enni, hát akkor leoldom a Hosen Trogerhöz, szíjat hasítok a hátából. Az áldozat jó szívet fog a sírva vinni. Ha csak ugyan le akarod vágni a lányodat egy-két mennyire, akkor tálalj valami megható sztorit fel neki. Hát azért könyörödni nem fogok neki. Kap egy-két füles, annyi. Majd rácsörbítek, hogy elég a hajók édesben. Jaj. Drága aján kicsi papszatom! De jó, hogy jöttél hát! Nem tudod, hogy mi történt? Egy állat ikinket sem van! Akkor tudod, hogy kizárat, jaj, megtudod, hogy nyáron a csatorna szűsővel megolcsolnia. Honapopát hazaküldeni a lökött mosta anyától egy kortyú alkoholos védőital nélkül. Mostan nekem! Jó, van már mit nagyon lehetetszem én a mutát feleségül hamarosan esküszöm. Nekem is fáj az. Úgy éri, mint az állatok. Csak akkor ittunk a tangyasok. Tehát rabszolgája vagyok én annak a nőnek, Eliza. Ne ugassatok bele, mikor tárgyalánkba vagyok. Adjál már egy fél silinget, drága jó szülő atyát, akkor legyen nem vidő adatántorogni. Na, ma este kihezett velem a szere? A gyerekcse! Mi? Nem tetszett? Jaj! Nem ott a tarkot lerólam, ne nyomajok a dohányért! Isten veled, Eliza! Ne veszi mit ebben! Ugye mondtam, hogy nem lesz hatalom. Akkor marad! Én jól! Én jól! Várom, mit a kócsosem! Mit? Ide fusson ki a szemed! Soha rosszabb helyre! Csak melózni kell. A meló oly szép, mint szebb semmi ennél. Ha! Nékem az a szép, hurrá, azt tesz igazán, hurrá, hogy ha más végzi a munkát el. Főleg az a szép, főleg az a szép, főleg az a szép, ha nem én végzem el. Oly szép az erkölcs, és oly szép a mátka, fehér kezében habbas mintus áll. Oly szép a nászágy házasságra várva, nékem az a szép, hurrá, azt tesz igazán, hurrá, ha csak nász van és nincs házasság. Főleg az a szép, főleg az a szép, főleg az a jó, ha nincsen készfogó. Úgy hív a nő, bűvályos dallal, de nékem az a jó, a néma, mint a hal, a rumpa.
koktél, szörnyű nagy kísértés. Önts ki a lengyöt, hogyha inni kapsz. Gyűrd le a sátát, ezt a nagy kísértést. Hopp! Égem az a szép burrá, az lesz igazán burrá. Hagy, ha enged, gyűrd le egy kis nap. Hopp! Főleg az a szép, főleg az a szép, hogyha lecsúszott a burgulával áll. Ó, egy kicsi, ó, egy picsi, semmi kis szerencse kell hozzá. Drága arancsint, rossz! Kusz! Egyszer ezt mindenkor a kusz! Mert én nem tudom, hogy hova kusz! Mindenki karács! Sisívom a zsarut! Nem könnyed van! A magára van! Hát én tudom! Ne orrj! Hát el tudom, hogy drága! Egy kis emberséget! Hát gondolkodj! Hát emberek vagyunk, mi se. Hogyha sok szomszéd verri fel a házat, lekopog hozzám, mind egyszerre szól. Ez kér egy lábas, emmek kér egy százas. Nékem az a szép burrá, azt tesz igazán burrá. Hogyha én kérek a szomszédtól. Félek az a lép, félek az a jó, félek az a plasz, ha egy magad valak. Már kell a szomszéd, hogyha jó nő, de nékem az a fő, a táncos nő a nő. Oly szép, ha néha kére lép a férfi, és házon kívül fenn a mennybe száll. Oly szép, ha néha kére lép a férfi, nékem az a szép hurrá, azt tesz igazán hurrá, ha a házi sárkány nem jön rá. Hajjale, hajjale, hoppi, hopp, éle, hajjale, hajjale, hopp, bőle, hajjale, ha nem jön erre rá. Ó, egy kicsiri, ó, egy kicsiri, többi kis szerencse kell hozzá. A rumba kaptél, szörnyű nagy kísértés, önts ki a lötyöt, hogyha inni kapsz. Gyűjt le a sátán, ezt a nagy kísértés, hopp. Égem az a szép hurrá, azt tesz igazán hurrá, hogyha engem gyűr le egy kis nap. Élek az a szép, élek az a szép, hogyha lecsúszott a burgulám alá. Ó, egy kicsiri, ó, egy kicsiri, csöpnyi kis szerencse kell hozzá. Mit gondol, hány magához a falnot eddig összesen? Ha jól számoltam, 24-et. Pont 130 életében. Hallgassam meg egyenként mindegyiket. Na, ragaszkodik hozzá. Kedves ügyész, én úgy vélem, már elég lesz a hangzókból. Bocsássa meg, nem kapcsolható föl a villany. Semmi esetre sem. Sötétben élesebb a hallás. Igen, de már reggel van, és az igazat meghallva én egy kicsit elfáradtam. Hát nem gyönyörű. Elragadom. Tanár úr, bocsásson meg egy pillanatra. Mi van, Pörsley? Várjál egy kicsit. Egy fiatal nő keresi, uram. Nő? Mit akar tőle? Egy nagyon közösséget, pedig nem is akartam beengedni, de arra gondolnak, esetben beszélhet, hóhagyja a maszkát. Legalább érdekes a kiejtése? Borzalmas, akkor engedje meg, Pörsz! Hát ez most éppen kapura jött, legalább megmutatom, hogy hogyan készítem a felvételeimet. Előbb a Melvin-e látom a beszélgetem rögzítem a napot, aztán a fonográfra veszünk, és annyiszor játszunk vissza, ahányszor csak akarjuk. Ettől tartom. A fiatal rögzám! Jó napot, Cipelle! Ó! Ó! Épp arra süttetjük le! Ó! Na nem, 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 nem! Ez a kapufiók, amit a tegnap este kiejtettem. Mi szükségével? Rengeteg elvételem van az alsójáról, én csöppengeltem.
Nincs szüksége magára, kérem el. Nem törjük, Húni! Azt sem tudod, hogy még ütem! Nem esélytelek ő taktikpontok irány? Csacsiság gyermekem, miért gondolja, hogy egy olyan urat, mint Tigris úr érdekli, hogy maga loboljon, vagy tartottál? Mit rázzal rongyom? Tényleg, Dalit, akkor meg bevallod el a Pestre! Háó, kapitán! Nem kérem észreíték, ha nem tudom, pénzem vegyet is máshol! Kinek kell a maga pénzed? Magának, ki másnak? Az égyütem? Hogy kitanítsuk! Megfizette maga, nem lesz hiba, Isten úgysem! És akkor nem mondanám neki, hogy mit kezdjék magával? Kérjen meg rá, olyan tuti úriember, hogy üljek le! Mondtam, amit mondtam, tiszta biztitek fogok! Igen, leütessük ezt a madár ijesztőt, majd dobjuk ki azok! Áááá, várjál ezek madár ijesztőt, hogy ütetek ugye légyi! Édes kisfiam, bocsásson meg, mondjam, mit óhaj, mit akar? Ám! Gyuri lány, legyek egy kilábítő. Kisura? Gyuri lány? Ne csak a kóstaldon állja a matigolyát, mert csak kivet illemezik a rendet, az ünnagyisten. Mert ha ő volt olyan nagyra vele, te a festet kikani, tessék, eljöttem, itt vagyok, fizettel, vigyél tuma nincs. De ezzel akar magára, mint a hónapos tesszett. Hát, hogy kóstál egy gyerek, érben, hogy mit napuk, és én reklamadóan, érte? Kóstál. Csak. Nem tudtam én azt, hogy ez az utas tettet kapizza, amit elakadatolt nekem. Tess! Egy kicsit betétázott az úr, te na! Na, jöjjön le! Na, a telet akarja, csak mi károkozik. Üljön le! Üljön már, de a kicsit elvágyat. Miért nem csinálom? Mondja, édes fiam, hogy hívják? Elik a turizmus. Kedves turizmus kisasszony, lehet-e szíves helyet foglal? Nos, térjük a tárgyat. Mennyit fizet egy óráért? Tome, mi dukát! Egy barátom, francia leszékező, vagy óraként másik is lengére franciát. Hát csak nem lesz képe tőlem annyit elkérni, hogy a saját anyanyelvemre van. Hát mert az nem francia, ugye? A mi nyelvünkért nem adok többet egy csinni. Eszi, nem kap többet. Pikerin! Tudja, hogy ez a siring, ez nem akármilyen siring? Ez a lány jövedelmének egy bizonyos százaléka. És akkor ez pontosan annyi, mint egy milliómos 60-70 fontot ez a óránként. Nem a legbavaljon a szabályállat, amit életemben kaptam. 60 fontot? Bennébe! Honnan a pénzek francba vegyem én a szarolt 60 fontot? Hát én kérdékem 60 fontot megtárgatom! Kisasszony, ezt a kürt
műtelki személyemességet is le kell vetkőznie, ha valóban úgy akar viselkedni, mint egy igazi hercegnő. A szintén is van, dolgozottok a fejem elkérdés. Ha nem, aki hatalmonnal! Azt sem tudom, hová helyezel ez van. Nem tudja, szerint állnában. Jaj, nincs, egy kicsit józanabb volt. Józanabbul nem gázolhat át mindenki. Én átkázol mindenki. Igen. Minden erőben azon vagyok, hogy feltarulít ezt a lányt. Hát én nem mégsem lehet így összeszedni mindenkit. Amikor a tengerpartról... Miért? Hogy hogy miért? Azt sem tudja, kiféle, miféle lehet, hogy van a szülei, ne tám férje is! Na, nem ettem messze. Na látja, nem ettem messze. Kivel nem ettem? Szóval, Eliza! Ne se fejezzük az oktatát, és az utcákon garmadával fognak heverni azoknak a férfiaknak a hulláit, akik mind maga miatt lőtték bőven a kutatót. Ez a mérgető erre. Hullá? Én így még elkisülök. Ez teljesen bezsomult. Engem ilyen részédulás ne tanítson. Jön a mérgóla. Azaz! Rendben van. Nos még? Semmi szükség az hullára. Heverje végre ezt a lányt! Menj el szépen, haza a szüvegyet gyermeket! Hány ideig itt legyen? Nincs előbb is szülő. Hát akkor miért itt akkor? Ez a lány senki! Nem kell senkinek, csak neked! Guarulta az előzetet. És aztán? Mi lesz az aztán? Gondolt, hogy itt jól tanul urat? Ne tárgy fizetést adjunk nekik! Mindenki fizetés. Ruhány lesz, lakása lesz, kocka lesz, a pénzt kapcsok el is. Maga vadállat! Engem még senki se lát a fiásnak! Kapitálunk meg egy tartót! Ne hagyja, hogy ez így mozgolodjon velem! Ígérsz, ígérsz. Fel sem merül magában az, hogy ennek a leánynak érzelmi világa is lehet. Nem, nem is. Hogy Eliza? Vannak magának érzelmei? És mi lesz vele, hogyha ott hagyom a csatorna éven? Erre belejött az éve. És nem rám mondja, és nem az önnék a csatorna éve. Nagyon helyes, amit befejeztem az oktatást, biztos, hogy csatorna a csatorna éve, és a világrend helyreállt. Így rendben van? Na hát, nincs magának, ennyi szívesen. Hát nem bőrögivel már, tehát a saját magát imádja. Na ebben viszont elegem volt, hogy szeretnék. Eliza, nem parancsol egy kis csokoládét? Mi van benne? A magukajban, mi ha méreggel döntül a tegénák a lábán. Na jó. Ő megnyugodjon, akkor a felé fejezze, én? Hagyj maga. Minden nap kap egy egész dobozzal, egy egész hordóval, csokoládék fog élni, Eliza. Ne lettem volna meg. Csak Tom egy kulinő nem tudni ki. Mondd meg, Eliza, csokoládék, taxi, alany és gyilk. Hát nem kell az aranyjegyém, hát én biztos kérdezlám vagyok. Bocsássa meg, kedvesi, közbe kell avatkoznom. Ja, és Pörsztének teljesen igazam. Na, ha egy fiatal lány, egy híres professzor kezére adja magát, erről te illene őt felvilágosítani arról, hogy mit vár? Nagyon helyes, maga 6 hónapig nála fog adni. Megtanul olyan szépen beszélni, mint egy holtos kisasszony a világütetben. Ha jó és szorgalmas is már lesz, akkor mielőbb lesz jég álszodája, nézd a tanítatot. Taxis a tanács akar, mert csokoládét lehet, amennyit akar. De ha haszontalan és lusta lesz, akkor a fástagra fogok hárni a svábogalak közt, és persze minden reggel kiborolja a belegét. Ha eddig a hatalmat lehet, a látogatában. Ha a király észreveszi maga a nem törzsgyökeresei rím, akkor a rendőrök megfogják, beviszik a taverba, és egyszerűen legyen. Elvetendő példaként minden elvetendőt világát felszállt. De ha a király nem vesz észre semmit, akkor napjúrán kicsink a felé a tűnik, hogy elvetesse a nagy jövő. Boltos is a szüvegben. De ez is jó. Ha visszautasítja az ajánlatokat, maga a legelvetendőbb perszom ezen a világon, és minden annyira a szobó, mint a mennyiszám. Igen, van. Ennél tisztességesebb ajánlatot nem tehetek. Dihetek. Na, gyerjen!
Nagy titkó maga, hallja! De én csak a kórházom a keretagyat, engem ugye senki sem fog érdekelni. Ha tudtam volna, ilyen csőben álltam, sosem jutott volna ide, és itt kötőjét nem vagyok. És engem nem kell beálltak. 6 hónap múlva, 8 hónap múlva, ha jó a füle és meleg a nyelv, akkor 3 hónap múlva bemutathatom, hogy született hercegnő. Bocsássa meg, kedves János, okvetett engedésemet, de ha én is részt veszek ebben a kísérletben, úgy érzem, felelősséggel tartozom ezért a leányért. Feltételezem, megállapodhatom abban is, hogy nem élünk vissza ehhez szegény teremtés helyzetében. Én visszaérek ennek a lánynak, már állom az ilyen tap. Helyes, hát a vérfügyre széloztam. Valóban ez nem tréfa. Mondja csak igény, tisztességes férfiú ön, a nőkről van szó? De látom, hát tisztességes férfiú a nőkről van szó. Én igen, én nem. Például Makabas. Én ha egy nőt közel engedtem magamhoz, az azon a mértékeimet gyanakodott egy szóval megőrített. És én is attól a pillanatról kezdve önző sarokkal látom. Én már rögtön a regény vagyok én. A légyél és kedves Mikaim. Mint a finom angol úr, nem kívánok semmi mást, ha teljen békén napra nap, hadd éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szabad. Egy átlag férfiú, kiben nincs szenvedély, ki el nem tévelyek, mód felett, szisztematikusan, észszerűen él. Mint egy finom angol úr. De rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom egy ő. Össze-vissza fecserész, sírva ríva heverész, és ha unod már a lármát, hozzád vág egy lámpát ő. Hát erezd magadhoz a nőt, és akkor majd a kutacsa. Mindent ide-oda tesz, 1000 kacabajkát vesz, akkor boldog, hogyha csalhat, és a papucs fér csak alhat ez alatt. Keresnéd üdvöd súmandalban, a rádión, ha jön az este. Keresnéd Bachot, és ő szól halkan. Fiam, a kesztyűmet keres. Hát rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom ágy ő. Rajtam nem fog a varázs, húzzon gyűrűt neki más. Húzzák ki a fogam végül, inkább injekció nélkül, mint sem legyűrjön az iszonyat a nő. Mint egy finom angolul. Mértéktartó, illedelmes, hangom, mint a lágysejem, a hölgyerény oly hős lovagja, szűz a nászi éjeken. Elvem a nonchalance, türelmem végtelen, a szívem sziklamás, oly szilárd, ha valakit bajban meg kell védenem. Mint egy finom angolul. De rátör hirtelen a nő, és védekezni sose tudsz. Egész élete a puc, és ha dühös jön a truc, és ha konkurál a struccal, néha szembeszállsz a truccal, mire jutsz? Csiszolt és művelt ember volna, de mondasz egy-két oly cifrát, hogy az a részeg bengál matróz jön bámulattal néz fel rá. Hát ereszd magadhoz a nőt, s bedöföd szívedbe a tört. Mint hiába keseredsz, rajtad urrá lett a szex. Jobb, ha rám suhint a vakó, mint sem nőtől, aki csaló, menjek más világra időnek előtt. Mint egy finom angolul. Goethe könyve mellett álmodozva tölteném az én, oly megdühötten gyűlölém a durva testi szenvedélyt. Imádom bölcsenét, a hellén klasszikát, a késő gótikát, Ossian, és mindent, ami úgy szép és kulturált. Mint egy finom angolul. Rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalomnak futs.
Jön a família, ó, onkli, tánti, nagyanyó. Ő is beszél, te is beszélsz, locsok, fecseg, már az egész pereput. Kis húga öccse, nénye, bátyja, mind ide költöznek hozzám. És nem áll be anyja bajszos szája, csak ha csókod cuppant rád. Hát erezd magadhoz a nőt! Hát erezd magadhoz a nőt! Hát erezd magadhoz a nőt! Engem nem gyűr le az iszonyat, a nő. A zsivész, hogy haladunk? Köszönjük, hogy tovább így ezt a szegénylát. Hajnalból, nap leszik, gyakorolgatja le az ábucét, még az érkezések ideje alatt. Itt volt ez, már tetszett, végig. Akkor tökéletesen megtanulta, ami van, mit összét. Nincs, csak a borsa. A számlátat fizesse ki, a meghívásodat utat mondja le. Valami valami köszönjük. Ez a D-Berlin tudóan, az Abelina D-Linus. Újra kért önnek, uram, ragaszolik hozzá, hogy professzorra előadásokat tartson, az elkős nem esítő vitába. A francba az elkős elhívni. Ez a D-Linus harmadik levele legalább állatolni. Engem vigyével, uram, egy köztisztasági alkalmazott várakozik oda ki. Név szerint Alfred D. Dulit. Önnel óhagy beszélni, és azt állítja, hogy a lánya itt tartózkodik. Na, tessék, sejtette. Minden aznak az ember? Várj, mégis, hát, ha nem is gazember. Ez egy szászkát. Gazember, vagy sebb, de betűntetnek. Hamar a fűtőbe érnek, mint annak. Uram, Mr. Dulit. Rok higgyén személyesen? Én vagyok. Jó napot! Nő! Lehetne pontosít neki te! A barátunk Hanszói születés. Az anyja Melszink, hanem elérdek. Küdó vagy! Olyan nyújtok a rókot! Elevenjen! Nagyon örülök, hogy nem a kiszívülő az agyom. Főcsípte! Akkor vagyok itt én? Szóval azért jöttök becsaroljon. Nem már. A lányt is előre megfontolt szántékon küldte hozzá. Hát azért nem kell ám így bánja Szignyembérre. Majd elválik magához. Ez egy bűnszövetkezett csaroló fantázia. Na álljon meg ám a menet! Vége fel! Ha kérte mi? Magától egy rohadt busznyába, a tékvalla ülőrűrűen végzett. Azóta mennyit valami? Egy szót is dohányjuk? Tessék, parancsolj! Nem dohányjuk! Tényleg, mit keresek én? Már úgy értem, hogy mit keresek. Hát mit keresek? Az ember, ha egyáltalán keresed egy kis emberséget, hőjét. Baja be, hogy maga küldte ide a lányt. Na, 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 hát. Hát én megesküszöm rá, hogy nem én. Hát így görbüljek meg, mi? Hát én, ha akarják, megesküszök a maguk kettőjük életre. Én hónapok óta nem is láttam a lányt. Akkor honnan tudtam, hogy? Elmondom, hogy egy szusszanásti életünk. Köszönöm. Hát egyéb vágyam ki. Mint hogy elmondhassam, magam is arra vágyom, hogy elmondhassam. Égek a vágytól, hogy elmondhassam, és magamtól is elmondanám, és el is mondom. Hát, ha lehet. Igen, figyelj ezt a született szónak itt. Hallgassa meg ezt az ősi partit. Más se kívánok, csak hogy elmondhassam. Égek a vágytól, csak hogy elmondhassam. Egy belszi mit csináltam? Honnan tudta, hogy Elisa itt van, ha nem maga küldte ide? Amikor a
cuccáért küldetett, akkor tudtam meg. Azt mondta, hogy itt a meleg van, ott a legyedőd is. Na, meg hát ugye azt mondta, hogy ruha, nem tört, ruha. Hát a ruhától sem úgy, hogy mi az embernek a veszi, mert ugye különösen a szülők adja az na, akkor mi jut az eszébe? Érte, maga azért, hogy nem mentse a lányát attól, ami rosszabb a halálnál, a becsteres. Na, most az életben egy kicsit veszik, szinte a számból vette ki az. Hát el fogja vinni, mint pedig azonnal és hiányta, hogy közté. Legyen a kedves, és adja oda neki a lányát. Úrnak teljesége tisztességesek az áldékai. Persze, hogy tisztességesek. Ha nem lennének tisztességesek, akkor egy 50-es mérben. Én köszönöm, hogy pont érte lehet, hogy a tulajdonlányát. Isten megy! Isten megy! Mit képzel magam? Én? Akár kinek megy! Ha egy ilyen olyan kinézeti, nekünk maga főleg a tisztet nem teszi másik kinézeti. Mondja, nincs magában, Erkölcs. Igen, mert mostanén azt ott fogtál. Magának se jó. Átlózzak a nincsen semmi kifogásom, de hogyha Eliza jó jár, hát akkor én miért járjak rossz? Persze most van, azt kérdezem. Miért? Hát kinek? Hát én. Mimorista szegény ember vagyok, és hogy én mimorista szegény ember, úgyhogy a lépcsőn nyomom bele ütközik a középosztály, pedig elkezdjük. Mert mit mondanak én nekem mindig? Menjen már innen maga olyan, mert lógós ember. Na, nekem a lógósnak több jár, mint mondok az egyszerűen, hogy a szönnek, aki hatféle egyházi segédkúrnak égetve hallott végre. Lógósnak föltétlenül több jár, mert én többet zabálok, többet iszok, többet meg a mennyasszonyok is ott van. Csak az én követem neki szórakozás, akkor ha nem volna, mi kell lenni. Neki meselkedés, hogyha az embernek elkámítsodok a kedve. Nem játszom én meg a Jánbor. Mit ilyen ellen? Mit csinálja? Hát ilyen a természetem. A Vidián a természetű vagyok, és ha egyszer valaki természetű, akkor éljen. A Vidián a természetű, a Vidián a Vidián. Abba hagyom én ezt. De ha úgy értem, ugye, nem írtám visszaélni a figyelmet embernek a természetűvel, a szegény embernek a helyzetűvel. Így voltam. A lányából, akit a
orcája vertékivel hozott a világ. Hát úgy, hogy neveltettem, etettem, és tápoltam. Még oda van siker, hogy kettőre képüljettem. Hát nem ér meg maguknak öt mondom. Hát nézzetek bele a szívünk közepébe is. És döntsek a lelkiismeretje szerint. Igen. Fogadjuk a iszlapiszkot három óra kezelítve lenni, de szabadon választhatna egy készpontásra, és szívünk, hogy egy főekeres iszlapot. Na, akkor én ám a francia. Én is? Sőtem én már annyi miniszternek, prédikátor. Kutya egy élet az, hát akár melyik pillanatban leadhatják az embert. Nem kívánja azt nekem, egyetlen kicsi bocskám se nem kívánja. Én leadom azt, öt pontot mondok. Attól tartok, hogy bűnös célokra fordítanám. Az Isten! Ha miért fordítanám bűnös célokra? Csapunk egy kis múli, mutterral, magunk örömére, másoknak meg a hasznára, de a mi mulatunk abból itt a másnak a haszna, az meg legalább tudhassák azt, meg láthassák azt, hogy hát nem dobálják ám ki a pénzüket, csak úgy a lablakon még, ha bevonjuk a kapun. Sőt, mondhatnám én azt, hogy amitán támadnék, a legjobb helyre is juthatna az, nem, nem, ízes az már, attól már föltörzöm, oda a boldogság. Kilallgasson profikát. Adok én magának a jó tanát. Maga mindig csak annyi pénzt adjon nekem, amennyit én kérek. Se többet, lát azért kevesebbet sem. Az erkölcstelenség e fajta támogatásától én elhatárolom magam. Hogy a kedves csatornatisztító? Minek vezeti oltárhoz az aráját? A múlter! Alap! Arra kérem érek oltam! Jön már hozzám feleségület! Ebben nem tud beszélni okos ember, magának kéne beszélni. Ugye ezzel a nővel úgy várnak, hogy így indok, híves tojással, ahol mi néha bővítem. Hát ezt a nőt, ezt én úgy ruházom, annyi ruházkap tőlem, hogy hát van már vége. Kiskosája vagyok én annak nőnek, és ő ezt Lizzie!
ez a nyelv is lángom. De kis uvickó. Apja lányom, mi? Ember mit keresik? Ja, a sászok figyelmeztetlenek téged arra, hogy ne ugass bele, mikor két új ember beszélget. Hiába járattolt az egyetemre, virágot árulni! Öljük! Valami baj van a csajjal. Le a hózen, Kroger! Adj neki! Egy kis kirikkel mindent elállal én. Szevasz! Szevasz! Még a kürtös trombitál,
sűre tölts és csattan már a puska zár. Este kezd, de bosszul ágyűz, szólok vissz, kész, tűz. Ho-ho-ho, Henry figész, majd kinyúlsz, mint a béka, várj, te gaz! Egy csésze kakaó.
Egy csísze blokk. Vajon honnan szerzi Pörsny ezt a tüneményes teljesítemény? Fogalmam sincs, de ez a hadsó, ez is marha jó. Támasz a nyelvét az alsó fogsorához, szívjon meg mély a levegőt, és feszítse meg a lelkeszínszát. Tehát a lökje ki a levegőt, és mondja azt, hogy ha! Ha! Na most, támasz a nyelvét a felső fogsorához. Úgy. Csók. Csók. Nagyon jó, na most. Ha, 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 ha. Csók, 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 csók. Ha, 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 ha. Csók. Szóval... Igéz, fogjon hozzá az Eperd Gréperre, mert kell aztán ma... Nagyon jó. Én nem ezzel ilyesmit, de van itt valaki, aki nagyon szereti. Csirik, 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 csirik. Most pedig el fogja mondani a következő szöveget, de úgy, mint hogy ez a hat golyó nem is lenne a szájában. Tudom, hát hogy... Jól figyelj. Öt ördögörge, görbeúton, görbögömbé, görbögödő. Hát nem gyönyörű. Öt ördögörge, görbeúton, görbögömbé, görbögödő. Öt görbögödő. Minden szó olyan tisztán csengje, mint a csengetsz. Nem, 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 nem. Öt. Igaz, igaz. Nem, nem, Elizaj, kukkot nem értek, Elizaj. De nem, próbál meg artikulálni, próbál meg. Az egy egész anyád föltételül szükséget, mint a hat golyó. Ha de most én eztek jók voltak a kavicsok, akkor Elizott Dulitnak sem fognak megártani a golyók. Nem, nem, egy szent, egy szót nem értek, Elizott, semmit nem értek. Igen. Öt körülgyön, görgyön, 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 csak a tarka szart a barka, 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 barka. Nem hallom a lány, Vigeri, drága, nem hallom a lány. Mi a baj? Lenyeltem. Semmi baj, rengeteg tartalék golyom van. Már észre, hajnali 3 óra. Mindig észre vagyok, kezdődés!
Elizabeth, ha én tudok dolgozni ilyen hasonlató fejfájásokról, maga is kívülje. Neked is hasonlató fejfájásom. Elhiszem, hogy várat, elhiszem, hogy fáj a feje. Elhiszem, hogy az idegei úgy táncolnak, mint madár lába alatt a távíró drót. De gondolod arra, aminek a birtokába kerül. Az anyanyelv a legdrágább kincs. A szív legnemesebb érzései, hangok különböző képzetőnek kapcsolódik. Ezt a kincset próbálj megszerezni. Harcol mérni, és sikerül. Még egyszer elhiszem, ne hagyd el. Lendélen édes, ilyen éden rágy. Ütembe haladunk, egy döntő lépést tettünk előre. Itt az ideje, hogy bemutassuk Elizát nyilvánosan. Ez az Eliza. Végre Eliza! Korál úr! Mi történt, csak nincs valami baj? Nekem semmi first és magához. Nekem semmi köszönöm. De megbocsásoltam el az imént valami indián tamtamra ébredt. Tamtam, én semmiféle tamtamot nem hallottam. Mindenig akkor hallottam, hogy tamtam? Most nem. A legközelebb tantalma évet, én ott kívülszem. Megvan! Elviszik eszkodva a lóversenyre. Olyan bárhogy. Jó, hát ezt azért előbb jelentse be az édesanyjának. Egy franc. Egy lehetni. Máskor gyerünk, állj a alvási helyes. Igen. A reggel ruhát veszi meg. Hol vesz az ember egy nőnek ruhát? A belvárosban. Ezt maga honnan. Valaki egyszer mesél. De nem akarok semmilyen csiri-csári ruhát, de nagyon egyszerű, tartózkodó ruha kell. Nagyon, egy végtelen egyszer. Legfeljebb, itt a derekáig, ilyen vidas egy. Miért ilyen megkevizes helyen? Mi vagyok én?
Természetesen, ilyenkor a legfrissebb a memória. Nem tudtad, hogy szintén vagyok? Te gondolkozzál magukat, és egy kicsikét megkormagosodtak. Ez az hármit parancsolt a tanár, hogy tessék, letessék, letessék, és gyerünk a lába aludni, aludni. Miért is te butopoha ágy, ma éjjel adj egy pici kimenőt. Tánj fel a zene és a pop, szívem úgy kíván egy csöntjót. Ma éjjel táncolnék, hiszen a tánc oly szép, hol ülkél tánc. Este
elmentem a Cowan Gardenbe, hogy megnézem kedves operámat, az Aidán. Na, hát jövök kifelé. Egyébként nem is az Aidánt adták, hanem az Istenek alapján. Hát is egy remek, mert van egy pedó szóval, ahogy aztán a küldök visszahozzák a fűt. A lányról beszéljen kedvesen. Azt próbálom elkerülni. Ahogy jövök aztán kifelé a Cowan Gardenből, ezek szerint akkor az Istenek alkonya után is, nem az Aida után pedig. Komolyan mondom, egyébként ha nagyon összevetem a két operát, akkor egyébként én nem lehetek. Ez rendes, most már egy szót sem értek az egész. Mondom, hát ha el lehet, majd próbálok. Mondom, hogy akkor ahogy ottan kijöttem, az most már lényeg kell, hogy az Aidából, vagy az Istenek alkonyából. Az a lényeg, hogy a Cowan Gardenből jöttem ki, és akkor a kegyet kedvesége ott ismerkedett meg akkor Eliza Doolittle kisasszony alakjává. Egyet fiának a lakásába költözött. Hát mivel ír egy nő? Végre egy szerelem. Ugyan már, de virágáros lány az utcán sírte fel. Egy virágáros lány? Nem, egyetemi eladó, előadó, virágfakultáson egyetemi. Mindegy, most ne firtassuk a kandidátusi fokozatai. Aztán egyet az utcán, hogy akkor azt mondja nekem a kedves fia, hogy látod, azt a lányból nem tetsz, látom, hogy ne látnám. Ha fogadjunk, uram, hogy én abból a lányból hercegnőt faragok, hát uram, ez képtelenség. Megmutatom egy nagykövetség, áll ezt, uram, ez képtelenség. Fogadtunk, őgye! Kedves ezredes, igen. Most már egy szót sem értek. Nagy pedig hát olyan világos a történet, elmentem a Cowan Gardenbe. Megnézem az Aidán. Hadszákat bevezetik a kiputóba. Nekem akkor meg ki, elő kell vezetnem a kislányt. Lász, kérem maradjon a közelemben. Azt hiszem, hogy hirtelen kell távoznom.
házat. Isten látta tigeinket? De szép vagy ma. Semmi különösen várom tigeinket, mint a rendesen. Nem öltözkétel rendesen így. Sehogy, hát tiszta inget tettem. Ide hozzám a sejvány. És pedig a következő lesz. Mindenre megtanultam. Hibátlanul beszél. Két témáról szabad beszélni. Az időjárásról és a társaság egészségi állapotáról. Szép idő van. Hogy érzi magát? Hopp. Veszélyesebb vizekre evezni tilos. Segíts magasabbul, te is biztonságban. Biztonság? Amikor az egészségi állapotukról fog beszélni a vendégeinkkel. Valamiről csak kell beszélni a szegény. És te sem öltöztél. Mondtam, hogy már tiszta inget vettem magam összegyűjtött. Most hol van az a lány, azt kérdezik, ha most kérdezik, mindenképpen a tikeinket, az a kisebbet, vagy nagyobbat, nem tudom. De én minden esetre azt mondtam, hogy húzzuk rá úgy, ahogy már is. Pont most kell, ezeknek ide jön ide, pont most. Hanem már láttam ahol, ahogy ide jöjjön le. Ez az ön híres fia. Elnézését kell kérnem, Mrs. Ensworth, ide az én híres fiamnak. Közismerten rossz a módora. A Tudományos Akadémia vacsorái nem kelt feltűnést, de minden más társaságot alaposabb próbára tesz. Hogy van? Hogy van? Megállni, ellen! Ó, ezredes! Még jól lépett ezt a fiát. Örvendek. Mrs. Higgins, engedje meg, hogy bemutassam. Eliza Doolittle kisasszony. Isten hozta Doolittle kisasszony. Milyen kedves öntől, hogy meghívok. Nagyon örülök. Mrs. Ensworth, Doolittle kisasszony. Hogy van? Hogy van? Reddy a fia, Doolittle kisasszony. Hogy van? Hogy van? Buxington lordja és lényegre. Hogy van? Hogy van? Hogy van? Doolittle kisasszony. Higgins professzor. Hogy van? Hogy van? Még a kanál fejét is leharapta.
csak nem a katica bogár. Már hogy tudna egy semmi kis influenza kinyitántani egy ilyen bivajerős hat? Pláne, hogy mintán kinyújtóztatták együtt a szalvak alapja, amit nekem kellett volna örömölnöm. Aki megcsatlozta, az el is faszerolta. Elpateolta? Azt egyszer tudod, hogy elpateolta? Igen, igen, igen. Ez a legújabb irodalmi nyelv. Mert elpaterolni annyi jelent, mint meggyilkolni, megölni, kinyi fogsz. Nem akarja el azt mondani, hogy a nagynényét meggyilkolták? Dehogy nem. Fogadom bármiben. Akivel együtt élt, egy kalapfűjét is ejtette volna láb alól, nemhogy egy alapért. Ó, hát az édesapja nem járt el helyesen, amikor szexit töltött a torkába. Az egymagába is megölhette volna. A nyanyám! Á, de hogy tudatolta az pálinkát, hogy más anyateje. Meg az én apám éppen elég pálinkát döntötte a saját torkán, hogy tudja mi a haszna. A kedves papa, bocsásson meg kérem! Ivok? Ez túlzás. A papa alkoholista. Én fiatal ember, meg nyihok. Semmi, csak tetszik az új irodalmi nyelv, és ahogy maga beszél. Ejje, olyan jól beszélem. Akkor meg mit röhög? Mondja csak, mondtam valamit. Nem, drágám, semmit, egy árvasszuk. Ó, hála Istennek! De megkönnyebbültem. Mert én csak hamutó vagyok, hogy a nyanyám... Azt hiszem, hogy... Megkezdek még oda, törjön rá! Én a helyesetekkel. Rendkívül megtisztel, mert szokottál tudom ezt a tizeknek. Így talán érdekesül lesz a lehet. A lovat Kelte még hétfőt hét vizét,
Ami pompás utcát álomban sem láttam én. Nyíló százak állsz, hol élsz és jársz, az az út, az a kert, az a ház. Bár itt élhetném végig életem, hol a kockás macska kő megkoppan léptedem, mégis százszor szép, Robert arra jársz, az az út, az a kert, az a ház. Hívályos, mámoros érzés, várni rád, s te megérkezel, és rúzsát én nyillak a járdát, hol mint egy tündér végig sétálsz én bel. Ez csak álmodás, ez csak látomás, ez a szürke utca nem más, mint a többi száz. Mégis százszor szép, Robert arra jársz, az az út, az a kert, az a ház. Hát nekem itt van a boldogság. Sajnos, hogy az egy kisasszony senkit nem fogad, különösen ilyenkor nem. Mondja meg neki, hogy megválom. Uram, már lehet, hogy napokig eltart, sőt, ez egy kérdés. Még mindig nem ért. Nekem itt van a boldogságom. Ez csak álmodás, ez csak látomás, ez a szürke utca nem más, mint a többi száz. Mégis százszor szép, Robert arra jársz, az az út, az a kert, az a ház. Igész, ha ma este történik valamilyen nagyszerűség gála este, a Dulitl kisasszony ismét némi feltűnés kell, én minden felelősséget ödre állítom. Eliza most már mindent. Mi lesz, hogyha... Mi lesz, hogyha leledezik, vagy ha ismét valami szörnyűt mond? Nyugodjon meg, a követségi gála este nem lesznek hova. Igész, ha már csak botrájnak, kikör nekünk végig van. Mindig visszatérhet az ezredéhez. Az ugyan nem tréfára, hogy maga hajszolta azt a lány, az elmúlt hat év alatt az minden képzeletben volt. Az Isten szerepére egy kis hagyja van azt a mászkálázat. Nem képes megülni sehol. Ideget Buhár portóit, az ne hűlik az idegeit. Még miért idegeimet, amíg még ideges? Volt a portóit. Uraim! Igen? A kocsi megérkezett. Arra szép. Nagyon kedves, hogy segítsen. Fogadjuk, hogy az a ruha még kicsi lesz. Tehát én óva intettem őt a francia divattervezőkről. Hát miért nem bízik a hazai árukat? Ez legalább az anyanyelvünkön rendelhetően mondta meg. Hogy a higgyis? Bizonyos benne, hogy az a leányzó minden tud, amit maga vele súlykod. Ma este igen. Igen, és ha nem derül ki, akkor mi lesz? Akkor elveszítettem a fogadást. Barátja, ezt nem bírom magában. Ezt a szemérmetlen idegvér. Ezt a közönyt. Ezt a nyugalom. Így is elkezdtél. Ilyen bocsánat. Állapodás, jó? Ne alakuljon az egész szóba is mondott valaság. Maga csak a ideges idéget mondja, nem vagyok ideges volna. Mondja, hogy állapodás. Esküszöm, úgy viselkedik igényt, a magának az alján is sem számítasz a másik. Hát, hogy ne számítanak? Különben miért foglalkoztam volna vele? Hogy csalán izgalmas a dolog, hogy kézbe vegye egy emberi lénybe, és gyúrni belőle egy másikat, pusztán azzal, hogy újra tanítjuk, beszél. Nagyon is számban. Na jó. Uraim! Igen? Igen. Eliza Dulitl is. Ami? Na, hadd lássam.
Azért hálálkodik az Istenének, hogy túl van rajta. És visszaítom a sárba! Na,
Ideges a picike Hansi. Picike! Húzza be a körmét a gavadbaska irodára, és egy munkot ne halljon! Mi lesz vele? Mi lesz belőle? Ön tudja, mi lesz magából. Kit érdekel, hogy mi lesz magából? Tudom magát, nem érdekli. Lássa rám! A szemmel általa megdöbölhetett! Annyit sem érek magának, mint azok a ronda papucsok! Nem ronda, hanem rom! Akkor ronda. Már azt hiszem, hogy engem már átjönni. Erzom, mit jelent ez a hirtelen változás? Megváltotta valaki? Nem. Még elégeztetek? Nem. Persze? Nem. Csak nem azt akarja mondani, hogy én változtam meg. Nem. Na, tehát igazán. Bizonyára nagyon kivenni, nem akar egy kis csokorát. Nem! És a senki nem bántja magát. Sírj meg egy kicsit, imádkozzon egy kicsit, és megtövegyünk. Én már hallottam magát imádkozni. Hála Istennek, csak hogy túl vagyunk rajta. Én magam előbb, hogy túl vagyunk rajta. Most már szabad, azt jelenti, amit akar. De mire vagyok én most már jó? Miért tanított magam? Hová legyek, mit csináljak? Mi lesz belőlem? Hát csak ez a baj a tétlen. Nekem nem fájnak fejem maga helyében, a távol elhelyezkedett itt. Jó. Én még nem foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy maga elmenjen innen. Éppen sikra félre is lehetne. Nem mindenki az megrögzött hadregi, mint én vagy az ezes. A legtöbb olyan házasodós szegény ötökök. Számomra nem is olyan csúnya, néha egészen jól esik magára nézni. Ha én magára gondolnak, akkor azt is mondhatnám, hogy gondolnak. Legyen a bizalom a tükörbe, és rögtön legyen az a bizalom. Ó, hát a mama! Ő is se leszett a rám, és kérem az arany időközül. Ennél már az utasatról is többen ítem. Mi van az utasat? Ott hiányzálltam, de nem állítam magam. Viszont maga úri hölgyek faragott előlem, és ezen kívül nincs mit árulnom. Ne sérjtse meg minden emberi kapcsolatot azzal, hogy rögtön adásvételről. Senkire kényszeríti, hogy téves menjen ahhoz a fiatal emberhez, ha nem szeretni. Nincs más választásom. Miért nem? Mit szól a régi ötletéhez, a virágüzlethez? Tiker idéje le magának egy virágüzlethet, hiszen tele van topárgyal. Különben is neki kell kifizetni azt a sok kaszabait, hát magának vásároltunk. Az Isten egy kölcsön díjával együtt legalább 200. Nem is! Nem is! Gyalázatos! Hogy meri ilyen feltételezni rólam?
Maga ütött meg engem, egyáltalán a szívem közepébe szúrt. Hála Istennek! Nagyon örülök neki! Legalább valamit én is itt adtam a kölcsönből. Én maga miatt elveszítettem az önuralmamat, és ez soha nem fordult elő vele. Ma éjszaka nem kívánok többet szólni. Aludni nekem. A cédulát a kávéró pörzsének, jobb, ha maga így van engedté, meg nem írom annyi szem. Pokolba a cédulával, a pokolba a pörzsének, és a pokolba magával. A pokolba velem, de a tudásomat, a tehetségmet egy ilyen csatorna költőjébe pazarolt, amit maga. És kéz a kézhez lágyat simuló. Szólj már is illat felhő lebben, nem szólt még szebben drágán soha. Szó, 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 ó, mi van szájtó? Soha nem kaptam más ülök és lelás, hát nem tudtok fizból filás. Kott se szólj, hol félülten, más elegen csókolj. Hazugság, szállt el a szár, csókolj! Ha valaki valakit oly tüzesen lel, ajtott magam, az másra kell. Amikor az közeled, úgy viselek a vér, pompásolj műsorti vér! Várlás nix, vallomás nix, meg most a fix, csókolj, csókolj! Már felvirág, száz apró jel, a szüzlet, annak sem kell. Sok sikert kíván! Kukkanni merj, kukkanni merj, s elküld nekem, csókolj, csókolj! Hohaj sem kell, sohaj sem kell, még egy szó sem bőgi szó!
még egy kis pár, spájt is kell, csak kivív is áll. Kisulj a kolvász húszíró, ez volt a kriót. Télen szúrt tudnék egy kicsit kis párnákon. Kájtán zűrög álmodom, nem az a barátikon. Jó Isten fent a mennyekből, küldj egy férfi a vízvekből. Kibódító, sem bódító, ez volna szújó. Megengedítnék is a kezemet vele is. Hát persze. Már nem tudásom is azt, de én a hajnali fényben majdnem összetéveztettem volna hittel. Híve talán egy asszony. Ilyen filogói rendek, kemélyik hajnal való tudszájtják. Nem kérem, taxikus. Viszontlátásra. Így se lágy a kicsasszony. Miért nem adod vissza a pénzt?
Visszaadni? Na, ez a tragédia. Jöjjön azt mondani, hogy átvészte neki a dolgát. Hát nem is rá a lélek. Gyávák vagyunk. Ez az igazság. Én is az vagyok. Mi alakulhat, visszadugom neki a dolgát. Vénységemre? Mehetek a szegény házba, most aztán választhatok, vagy az a nyomorult szegény ház, vagy az áruház. 4000! 4000 már meg! Olyan vagyok már, mint a csatornába, lyuk nélkül maradt balkán. Vigyen fenyeget, amit a szegény ház onnan a négy üdösek közé hozta. Nekem kell. Itt kell. Meghulladnom, mikor más boldog emberek, itt vigyázz a csatornán! Sziátok, ott lett az, hogy jól levegyünk. Na, ha megérem, hogyha ezek kitisztítják a csatornának, hát ezek még borravalót is kiváltnak belőle, ha mint a tartalevegyőzet mi. Na, tartsad is, majd szponzorálok bele. Menjetek vissza a lyukatokba. Örüljetek, hogy van munkátok. Na. Híres professzor. Már nem az én professzor. Mi? Jó, először engem. Bepasszírod a középosztályba, aztán meg téged kérünk, hogy én tartsam a kert. Pokoli összeesküvés. De én tudom vele. Nem tűz vissza. Én már belőlek egy asat kívánok. Uri nő vagy te már? Tartsad el magad, gondoskodj magadról. Tolj ki! Te is veled. Elizabeth, én akar nem, nem, én nem, ne bele vagy a taxiba. Mit akarsz önnél kérni? Kivéld apádat, amikor csőbe húzza. Hogy az a Szent György templomunkban a szívünk. Hannover fél 8. Reggel 10-kor kezdődik. Nem hívnak. De ha eljössz, akkor nagyon szívesen látok. Köszönöm, apám. Nem vagyok. Apá! Apá! Ezek szerint végzett minden. Igen, kezdődik. Már minden elvégezett. Minden jó. Búsulj, Alfi! Gyerünk! Indulunk! 7 óra múlva boldog véleszek! Hány óra van nálad, Harry? 2! Nálad, Jimmy? Meg sincs! Hát akkor... Ki mondja meg nekem, hogy hány óra van hátra még az életem? Van még egy pár óra! Ahány kocsma van Londonban, azt mindvégig látogatom, végig kergetem én lányokat, és kapunk egy olyan ramazuri. Ding-dong az esőről lesz reggel, a ding-dong neki se csepp idén. És Dundi márkám, dús hajka vár rám, hisz úgy is vár a jó mászén. Ding-dong a bronzharangok szúrnak, friss párka már kocsárja lény. Ám még ma éjjel, hadd nézzek széjjel, hisz úgy is vár a jó mászél. A legyék búcsú, hogy szép szokás, az egész szükben, hát fizesse más. Ding-dong az esküvőm lesz holnap, ding-dong a házasság eszé.
ám még ma lányok, kis szép cupra várok, hát pukkadjon a jó, pukkadjon a jó, de jó én, pukkadjon a jó. Hossára adnak, és ünnepel a jó násztén. Ding-dong, az esküvőn lesz reggel, ding-dong, ne késed semmit ér. Rúg el a érbe, és majd becsicsen, ha megszabad a jó násztén. Kitettem bólés, az angyal áll, hogy ő még néz rám most, ahol rám. Ding-dong, kivérlek én egy rendőr, ő visszaszállít, sőt, ha hozzállít, hisz várjál a jó, várjál a jó, de jó ég, várjál a jó, nász. Thank you.
az esküdő lesz reggel. Megkések, semmikét. Nem vagy a tüzeletet, hogy hova küldjük, ahol mi áll? Sajnálom talán, de már mondtam neked, de valami hibáját magával üzte. Figyelj! Tessék, mi ez a bármi? Tessék, hát érzel, mi csak a hisztúriakosan. Elisa, megszökött. Na hát, soha megszökött. Igen, Spurskájától ligasztott volna engem, hagyta elvenni. Meg vagyok többen. Meg vagyok többen, mert reggel jött, elhattam kávéjét, azt sem tudom, kivel, mikor, mit beszéltem meg. Tehát Elisa, felült a tanárunkért. De akkor is megszökött. Azt nem lehet, hogy az urat egészen véletlenül megbántották, mint valamivel az este. Jaj, ugyan Pörzni maga is itt volt, láthatva hallhat, vagy árva szót nem szóltuk hozzá. Higgins! Csak nem maga váltották volna meg üdvani betegükre. Ellenkezően ő van hozva a papucot, a fejemészkedni kinyithatna volna számot. És milyen kiejtésre beszélt. Hát, meg vagyok döbbenve. Meg vagyok döbbenve. Nem így döbbenjen meg, hanem csinálja valamit. Csinálja. Telefonálj a rendőrségnél. Miért fizetjük őket? Na, tessék. Na, tessék. Miért? Nem kell lenni úgy, mint egy elveszítettes rendőrt. Én megfizettem 5 hondonat. Halló, Küszhon? Kérem, azt kaptam járdot. Jó, várok. Őszén, hozzad nekem egy teát. Igen, ezzel. Halló! Halló! Szatapja! Jó reggelt, édes fiam! Itt Hugh Pickering ezredes beszél. A Wickwall Street 27 házból. Egy eltűnt személyt szeretnék bejelenteni. Kérem, segítsenek megkeresni. Mondja, édes fiam, most milyen rangban szolgál? Én elintézem, mert rendkívül befolyásos ember vagyok. A feletteseinél, hogy abban az esetben, eredményesen működik őrregokát, soron kívül előnöptesség, sőt még olyan jutalommal is részesüljön, amik vagy. Viszont ja, Eliza Duri. Hát ugye a hajnali 3 és 4 között. Körülbelül 10 éves, igen. 174 cm. Igen. Micsoda? Hogy? A szem, hát persze, hogy van szeme. Ja, ja, szeme, színe, hát én nem artikulál tisztában. Értem? Hát a szeme, színe, az kérem, mint a kettő. Barna! Az barna. Mint a kettő. Igen. Ajaj, ajaj, hát Barna, barna, barna! Tetszett hallani, 3-szor is barna. Itt lakik, igen. Nem a lakása, hanem hát édes fiam, egyáltalában nem vagyok elragadatva a kérdéseidől. Hogy az a lány mit keres, vagy mennyit, vagy mit keresett itt, az magánügy. A maga dolga, hogy felkutassa, visszaszármaztassa, így tovább folytathassa azt, amit eddig csinál. Végeztem ezt! Azt sem mondta, jó ég, és úgy elszállt, mint a szél. Már a nyúl sem éri utol őt. Megszállt az hölgy, dühös, mint a hölgy. Az Úristen sem érti meg a nőt. Ész! Egy régi iskolatársam a felügyben dolgozik. Mindjárt felügy. Rendben. Ez volt? Kérem a belügyminisztériumot. Fájtól rendes készen régen. Ötször feljebb már a hölgyek értéke csekké. A konty alatt, hogy légül lesz a tél. Ti szédítő és kimerítő, tüpösítő, barosítő, tömösítő, öregítő, őrítlen, keserítő nő. Belügyminisztérium. Itt Hugh Pickering kezdetes beszél. Sir Brewster-t keresem. Várom. Pickering? Igen? A nő! Miért olyan a milyen? A nő oly fura, oly különös lény. Egy nőtől uram, mit akarok én? A humor a kevés, logika nincs, fél mázsa bamba, hús és festett szőke tíz.
mi hát a varázs? És a kincs. Úgy bámulják egymást, mint a pávián. Gágok, mint a lúga sok leány. Megőrett a cuccog édes Márián. Amihez férfi és sok pénz is kell ám. Hát miért oly csacsi az asszonyi lény? Csak a ruha, amihez ért. S a férfi szíve, mit soha nem ért. Ha néhány sört lehajtok, szól ön, érte, uram? Ugyan. Ha visszaszólok, zokok fájdalomtól ön? Nehogy. Ha ékszert nem küldök a névlapjára, mi van? Hát miért nem olyan a nő, mint ön? Nékünk is van pár hibánk, ez érthető. Kártya, viszki, ló, ez mindig az. Köztünk is van randa, sadda, kérkedő. Mégis a faj után szőr nem az, hanem klassz. Hát miért olyan buta az asszony lép? És még minket okít, sok buta beszéd. Még minket tanít, hogy mi is a szép. Rúzsosszuk paclivá az ajakunkat, uram? Ugyan! Viseljen nec harisnyát, muffot, férfi lép? Nehogy! Tánc közben elveszítjük bugyogunkat, uram? Hát miért nem olyan a nő, mint én? Beszélnek csak csacsognak óraszám, és megszabálnak közben mennyi csokit. Ez férfi viszont, az mennyire más. A jelleme csodás, oly elegáns. Egy igazi barát, egy igazi úr. Mondja csak kérnék ön négy kosztümöt délre. Mikor kell névnapomra gyöngy és diadém? Uram, én férhez sosem mennék, bárki kérne. Hát miért nem olyan a nő, mint én? Azt ő mind, hogy maga
legyen sem megtörtént. Én nem a papucsot láttam volna a fejéhez, hanem a kis tavasat. Tudtam, hogy nem magas a karodjú hűnöket. Hol esélem, hogy tegnap este egy herceggel táncolt, és maga is született herceggel képviselkedik. A végül. A kedves egészségem, hogy szolgálni kész, professzor úr? Vagyok? Én remekül, miért? Hogy kell a velem? Természetesen remek. Ön sohasem beteg. Parancsol egy csészet elám. Ha hagyja ezt a trükköt, ezt tőlem nem találjam. Hadd és jöjjön! Ez gyönyörűen mutat, édes fiam. Nincs oda nő, aki ellenállna ilyen csárgyat. Mi az gondolod? Kerül már hajnalba hozzád ez a basszúri. Elisza! De ha te nem viselkedsz tisztességesen, távozásra foglak felszállni. És ha a lelkére is költöm, hogy kapva ennek a perszolálta kedvét, én akartam ki a sárból a zöldség piacon, mint egy széttaposott táposzta levelet. Hát azt megsérti a lukot. Most magad! Gondolod, az én fiam tudtam? Nagyon nehéz volt. Sose tanultam volna meg, hogyan viselkednek az úri hölgyek és urak, ha nincs előttem Pickering kedves példája. Mert ő aztán mindig úgy bánt vele, mint aki különbnek tart egy közönséges világáruslánynál. Ugye, a különbség egy úri hölgy és egy világáruslány között nem az, ahogy viselkedik, hanem ahogy vele viselkednek. Higgins professzornak én mindig világáruslány maradok, mert nem hajlandó különbözőségben, de az is bizonyos, hogy Pickering kedvesnek. Én már csak dáma maradok, mert ő örökké úgy fog bánni velem, mint egy finom fúri hölgyel. Na, nem is ott az a fogad a kétes fiam. A vitáé is érkezett, asszonyom. Vezessen be a kertet. Egy lelkész, és a fiam együtt sok. Majd a fiam. Igenis. A fiam törvizúzik, ezt elhatalmazom, hogy kidobassak. Édesfiam, én a te helyedet szikorúan ragasztodnék két fiához. Csak az időjárásról, és az egészségről. Ennyivel is észretér végre, vagy még mindig nem volt elég. Maga csak azért akar visszatérni, hogy cipelje maga után a papucsát, és legyen kivel törölnie. Szóval nem mondtam, hogy vissza akarod így. Ezt csak igazán hát akkor miről beszéljünk? Magáról nem pedig róla. Ha visszajön hozzám, akkor én pontosan úgy fogok állni magában, mint az előtt. A természetemen nem tudok, a modoromon pedig nem akarom. Egyébként a modorom hajszál pontosan olyan, mint a Pickering. Ez nem igaz. Ő úgy bánik egy virágáruslánya is, mint egy hercegnővel. Én meg egy hercegnővel is úgy bánok, mint egy virágáruslánya. Éppen, mindenkivel egyformán. Pontos, mert nem az a fontos, Elisza, hogy valakinek jó-e a modora, vagy rossz a modora, vagy egyáltalán
hogy minden teremtett emberi lényel egyforma módon legyen. A kérdés tehát nem az, hogy dolgokán bántam-e magámokat sem, hanem az, hogy látta-e valaha, hogy bárkivel másként bántam volna. Nem érdekel, hogy bántam velem. Nem érdekel az igazod. Az sem érdekel, ha nem. Azt már gyerekkoromban megszoktam. De azt nem tűröm, hogy átbátolja rajtam. Hogy tégyen kijelölem, mert én nem vagyok hajlandó megállni a maga kedvét. Úgy beszél róla, mint ha autóbusz volnék. Az bizony, autóbusz, köszön, sikorog, nem néz senkire. Ne, én boldogulok magamért, ne higgye, hogy nem. Persze, hogy boldogul, de ezt is tőlem tanulok. Azt persze egyáltalán érteni magát, hogy én boldogulok-e maga nélkül, vagy sem. Ne akarjon átejteni, csak próbálja meg, hát a boldogulni. Az igazat megorganizom, én a maga ostoba bemondásaiból tanulva legyek más, amit őszintén is álláson bevallok. Őszi a hangomat, ha nem. Ha egyedül érzi magát, húzza fel a gramofon. Annak legalább nincsenek érzéseik. De a lelkét nem tudom elhúzni! Micsoda ördög! Úgy csavarj egy nagy szívét, ahogy durvább emberek a karját szokták. Mi a csodának kell legyen vissza? Elfőn! Mert kihúztam a csatornahétből. És volna visszadott oda, ha valamit nem teszek meg, ami parancsol. De maga is hadd innen, hogy én rám teszek meg mindent, ami maga parancsol. De visszamenjek az apám. Igen, igen, igen. Vagy áruljon virágot, vagy feleség, mert igen, igen. Magához sem menné, pedig. Pedig korba jobban veszi nekem, mint idején. Ex. Jobban illik hozzá. Jobban illik hozzá. De úgy beszélek, ahogy akar. Már nem a tanálom szövő. Nem vágyom én arra, hogy elmegyem, nem ugye. Vannak, akik két kézzel tanálnak rajta. Ezért, naponta az összegét nekem, így oldalas szerelmes leveleket telekörvölni. Szóval maga csak arra vágyik, hogy én is úgy táncolok maga kör, mint Freddy. Erre látom? Nem, ezt nem kívánom. Érzelmekre nem tartok igény. Csak egy kis kedvesség. Tudom magamról, csak egy közönséges tudatot, maga pedig tanult úgy ember. De azért nem vagyok látva a kiborható szemét, amit én csináltam. Amit én, az nem a hátra, és nem is az asszér volt. Hanem azért kezdtem tanulni, mert a valahogy nem tudom. Aztán. Hát én is törődik Isten magától. Nem azért, hogy elcsavarjam a fejét, hanem igazi barátságot. Én is így érzem magam, hogy elmaradok, nem tudom szívem. És természetes. Kei! Nem ezt a választ. Kei, nem mondhatok egyebet. Ha valóban úrinő akar lenni, akkor ne nyavaljon azon, hogy a férfiak nem töltik fél életüket azzal, hogy a keverék vigyerek meg. És fél életüket azzal, hogy kékre verik. Maga szerint hideg vagyok, önző vagyok. Tessék, azok közé, akik jobban megfelelnek a gusztusának. Menjen feleségül egy szentimentális folyakhoz, aki tele van dohánnyal. És főleg van két vastag ajta, amivel csókol, és két vastag cipő, amivel rúgtos. Ha nem tudja megbecsülni azt, amit kapott, akkor kapja azt, amit megbecsül. Én hiába vitatkozom magával. Úgyis magának van igaza, mindig én vagyok valószínű. De azért ne higgy, hogy már is megázolt és belebeszélt a fejemet. Én férhez megyek feltétlenül. Abban a szent pillantásban, hogy el tudod tartani. Freddy, eltartott! A barát az, aki légy! Ki tudod, fiúra sem volna jó, Freddy, ha lenne hozzá bátorság, hogy megpróbálja? Hát nem mit tűnni magából. Magából a hercegnőt tartta? Freddy szerelmes belém, s ettől az én szememben ő az én hercegem. És nem engedem, hogy dolgozzon, őt nem úgy nevelték, mint engem. Majd én is tanítani fogok. Tanítani? A szerepére mit fog maga tanítani? Fonetikát. Fonetikát! A
ami hülyéhez, ami kókerhez, ami sarlatához? Maga képesen elárulni az én módszeremet, az én felfedezésemet? Ide figyelj, ha meghallom, hogy ezt megteszi, én kitetve vagyok. Bravo! Bravo, Elisa!
szoktam az ezt. Te vagyok itt közel nekem, számomra épp elég, hogy élsz, hogy néha erre jársz, hogy szólsz, hogy hívsz, hogy kérsz, és vársz, ha sírsz, én veled könyvezem. Ha bármit mondasz, elszed, de majd, ha tőled egyszer válni kell, az nem is lesz nehéz. Csak a szívem törnéd ketté legfeljebb, és kész, és végis megköszönöm én. Ha egyszer visszatérsz, és köszönöm, hogy élsz. Szinte látod már, Frédi nője, milyen nyomorult kis zubban ő. Szinte látom már, házak komor, mint a sír, és a végrehajtó vissza-vissza tér. Az utcasarkok olcsó volt van, de hitelt ő már ott sem kap. A ruháján több nagy folt van, míg a férjén fényes lakcipő és frak. Csak néhány év, és a haja hófehér. Sok testi kincse roncs és szeme gurus. Hazatér egy nap, ám férje messze már, egy kis nővel, kinek csekszállája dús. Ez tényleg szörnyű. Milyen megalázó. Nem kell neki. Milyen kélyes érzés lesz, amikor egy éjszaka bekopok hozzám. Rongyogva, nyomorult a magányos. Beengedjem? Vagy bánjak vele úgy, ahogy megérdemli. Dobjak ki a hóba, cókmokjával együtt. Én finom angolul. Egy úgyén megbocsánat, elfel, sebeket, miket a múlt a szívemel. Én egy finom angol úr, de vissza mégsem veszem őt. És hogyha szolgál, mint az erd, és ha kér és kunyerál sírva ajtom előtt áll, és ha hó és fagy van, inkább fagyjon meg! Feleségül megy Freddyhez. Te jót szakát kívánsz, és kávéval kívánsz, hogy szólsz, hogy hívsz, hogy kérsz, és vársz, én többet el nem feledem. Ha bármit mondasz, elviszem. Oly hegykenyegre büszke voltam, amíg el nem jött a nap, és abból, aki oly nagy úr volt, abból lett a rab. És mégis megköszönöm én, ha sírom így kísér, és köszönöm, hogy élsz. Thank you.
is vettem. Meg hát, fut olyan nagyra merdel a mester kitani. Tessék, eljöttem, kint vagyok, fizetem. Így én duma nincs, de ehhez levakar magáról, mint a hónapos neked. Tomi, ilyen kósára jelente, éppen úgy, mint maga, és rögrom a dohányt ebbe. Olyan nyelvről a duma koronálé, és olyan hátból szokott, mocskos. Még hogy mocskosé, hát megmostam én a pofámat és a kezemet is mielőtt egyetlen. Hol a francba van a fa?